Tisztelt látogatóim, nézőim, hallgatóim és kedves barátaim! Az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület elnökségi tagjaként most ismételten egy elképesztő, a gyámügy teljes alkalmatlanságát bizonyító eljárást fogok önöknek prezentálni, amivel nem olyan régen kerültem kapcsolatba. Újabb bizonyítéka ez annak, hogy a gyámügy teljességgel alkalmatlan ma már társadalmi szerepének betöltésére, feladatainak ellátására, amit egyébként a jogalkotó is világosan lát, hiszen, hogyha kicsit odafigyelünk, akkor látjuk azt, hogy úgy szépen egymás után sorozatban veszik el a korábban gyámhivatali hatáskörbe tartozó egyes területek intézését a gyámügytől, és teszik át bírósági hatáskörbe. Ugye ilyen volt a kapcsolattartás végrehajtása, most már ugye a bíróság által szabályozott kapcsolattartásoknak az újraszabályozása is 2021-től ugye átkerül bírósági hatáskörbe. Hát kérem szépen, többen mondják, és erre nézve egyébként vannak nem hivatalos értesüléseink is, ugye a jogalkotó kifejezetten hosszú távon a gyámhivatal, mint a jelenlegi intézményrendszer teljes megszüntetését tervezi, tehát valami újat akar majd helyette kitalálni. Hát ugye nyilván, hogyha a legfontosabb és a legnagyobb volumenű feladataikat ugye sorozatban elveszik, akkor a végén a gyerből nem marad semmi, illetve ami megmaradna, azért meg kár fenntartani egy hivatalt, mert az már ahhoz kevés lenne. Kérem szépen, hogy erre mi ad okot, azt szerintem a gyámügyet ismerők értik. Most viszont egy külön eklatás problémát fogok önöknek bemutatni, egy olyat, ami még a mai gyámügyi viszonyok között is elképesztő. Tehát ami arra utal, hogy a gyámügyben dolgozók, beleértve a vezetőket is, hát olyan alacsony értelmi színvonalon állnak, hogy gyakorlatilag nem képesek a feladatukat már ezen okból sem ellátni. Tehát nem arról van szó, hogy édes jó Istenem, nem jó a szervezet, nem jó a rendszer, de egyszerűen arról van szó, hogy ezeknek a feladatoknak az ellátásához nyilvánvalóan szükséges lenne egy bizonyos minimum intelligencia szintre. Tehát például a magyar nyelv ismeretére. Tehát arra, hogy egy világos magyar szöveget azt érteni lehessen. És itt most nem bonyolult jogi szövegről beszélek, hanem mondjuk olyanról, hogy mit jelent az a szó, hogy is. Azonos-e mondjuk a kizárólaggal vagy a csakkal. És még sorolhatnám. Tehát egész egyszerűen olyan értelmi problémákkal találkozik az ember, ami nem tud mit kezdeni. Mert ugye szoktam én mondani önöknek, hogy nyilván a gazember az nem jó. Az aljas ember se jó. De a legrosszabb az a hülye. Mégpedig azért, mert bármi mással lehet kezdeni valamit. Lehet, hogy nem könnyű. De ugye láttuk már csodákat, amikor mondjuk börtöntöltelékekből később hittérítő lett, vagy valami. De olyat, amikor az üres fejbe agysejtet injektáltak, hát ilyet még nem láttunk. Tehát a hülye az, amivel nem lehet mit kezdeni. Nem tudunk vele mit csinálni, az hülye marad. És a legjobb, hogy ő maga nem látja, csak a többieknek kellemetlen, de azoknak nagyon. Hát kérem szépen, az ideiglenes hatályú elhelyezés témakörével fogunk most foglalkozni. Először általánosságban, csak hogy lássuk majd, hogy ehhez képest mit műveltek a ceglédi járási hivatal gyámügyi osztályán, illetve művelnek jelen pillanatban is. És mi az, ami miatt odáig fajult a helyzet, hogy foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekményének megalapozott gyanúja miatt a ceglédi járási ügyészségen feljelentést kellett tenni egyesületünknek. Hozzátéve, hogy ráadásul ennek a minősített esetéről van szó, valószínűsíthetően ugyanis nem gondatlan, hanem szándékos veszélyeztetésről van szó. Hát ezt nyilván a nyomozásnak kell majd kiderítenie. Nagyon nem mindegy, mert egészen más büntetési tételekről van szó, ha pedig uram bocsá, bekövetkezik valami, akkor nagyon súlyos. Tehát akkor akár 10 év is lehet belőle. Hát adja Isten, hogy ne következzen be természetesen. No kérem szépen, a GYER 95. paragrafus első bekezdése értelmében az ideiglenes hatályú elhelyezés az a gyermek érdekében álló azonnali, tehát most tessék erre koncentrálni, azonnali intézkedés, amit megalapoz többek között a gyermek súlyos veszélyeztetettsége,
De megalapozhatnak egyéb körülmények is. Tehát például egyszerűen az is, hogy mondjuk felügyelet nélkül marad a gyerek. Mert ezt nem lehet, és hát előfordulhat, hogy a gondozó szülőt ér egy baleset, bármi. Tehát még ilyen okból is ugye azonnali intézkedésre lehet szükség. Na most, mit jelent az azonnali intézkedés? Hát nyilván normális ember számára, tehát mondjuk egy 80-as IQ-nál magasabb IQ-val rendelkező ember számára ez világos. Hangsúlyozom azonban, hogy a Ceglédi járási hivatal gyámügyi osztályvezetőjének, ugye kérem szépen, dr. Revucki Laura Évának, és az ügyet intéző, kérem Huszár Ritának, valamint a járási hivatal vezetőjének, dr. Nyírkos Tamás Antalnak, ez nem egyértelmű. Tehát ők nem értik. Szerintük az azonnalba belefér akár több hónap is, sőt majd látni fogjuk, hogy akár a több mint fél év is. Szerintünk nem. No, hát ez nyilván el fog válni, elég könnyű vita lesz. Nem hinném, hogy olyan túl sok esélyük lesz benne. De mindjárt meglátjuk, hogy minek kapcsán történik ez. A rövid lényege a dolognak az, hogy mindenki érti szerintem, hogy mi az azonnali intézkedés, és azt is, hogy mennyiben tér el a gyer 95. paragrafus első bekezdése szerinti eljárás az összes többitől. Hát általában az eljárások lényege, hogy elindulnak, folyik egy vizsgálat, majd a vizsgálat eredményének ismeretében történik egy intézkedés. Tehát előbb vizsgálat, aztán intézkedés. Hát kérem, az ideiglenes hatályú elhelyezés az pont fordítva működik. Tehát ott az a lényege a dolognak, hogy van egy azonnali intézkedés, majd azt követően jön egy vizsgálat, egyébként elő is van írva, hogy ugye amennyiben ez megtörténik, akkor 30 napon belül felül kell vizsgálni. Tehát, hogy meg lehet-e szüntetni, vissza lehet-e tenni a gyereket ugye oda, ahol korábban el volt helyezve, vagy uram, bocsá, véglegesíteni kell az állapotot, és olyankor ugye a gyámhivatalnak perindítási kötelezettsége van. Tehát, hogy a gyerek ideiglenes hatályú elhelyezését véglegesítsék. No, kérem szépen, tehát a dolog logikája ez. Ebben tér el az összes többi eljárástól, hogy az összes többiben először van vizsgálat, és annak a vége, és annak az eredménye lesz majd egy intézkedés. Ennél viszont fordított a sorrend, itt először történik egy azonnali intézkedés, és utána jöhet egy részletesebb vizsgálat. Most könnyű belátni, hogy miért. Ugye ez az a bizonyos tűzoltás esete. Tehát az, amikor súlyos veszélyről kapunk hírt, ahol az elsődleges teendő a veszély azonnali megszüntetése, tehát a gyerek biztonságba helyezése, és csak utána történhet bármi. Tehát magyarán nem érünk rá vizsgálódni, mert amíg vizsgálódunk, addig bekövetkezhet a súlyos veszély, a baleset, vagy akár a halál. Tehát itt először kell intézkedni, és utána lehet részletes vizsgálatokba belemenni. Na most, tudom, szoktak ebből problémák lenni. Hozzám is jött már jó néhány apuka, anyuka, hogy kiemelte a gyámhivatal a gyereket, sérelemdíj, mit tudom mi. Általában leszoktam őket beszélni róla, mert nem lehet. Tudomásul kell venni, hogy a gyámhivatalnak van egy kötelezettsége ilyenkor. Tehát ők nyilván nem azért cselekszenek, mert éppen unatkoznak, hanem azért, mert valahonnan kaptak egy információt. Na most az információ súlyának a mérlegelése, az úgy történik, hogy azt mérlegelheti, ami az információban van. Tehát, hogy az megvalósítja-e a súlyos veszélyeztetettséget. De azt nem mérlegelheti, hogy az információ egyébként valós vagy nem. Tehát nem kezdhet el vizsgálódni. Ha úgy ítéli meg, hogy az információban foglaltak, azok valóban súlyos veszélyeztetettséget jelentenek, tehát annak alapján a gyereknek esetleg maradandó sérülése, pszichés vagy akár fizikai sérülése származhat, vagy meghalhat, vagy bármi, akkor ők nem kezdhetnek el vizsgálódni, hogy most akkor igaz vagy nem igaz, akkor nekik intézkedni kell. Aztán legfeljebb, ha kiderül, hogy abszolút hamis a bejelentés, akkor elnézést fognak kérni, és 2-3 nap múlva visszaadják a gyereket. De ez a korrekt eljárás. És ezt bizony annak a szülőnek is tudomásul kell venni, akinek esetleg kellemetlen. Mert tessék elinni, sokkal nagyobb lesz a probléma akkor, hogyha elkezdenek mérlegelni, meg gondolkodni, és közben bekövetkezik a baleset. Ugye? Ez kérem ugyanolyan, mint talán tetszenek emlékezni, mert a Tanú című filmben volt egy jelenet, amikor ugye Pelikán elvtársnak leégett a háza. És akkor úgy lehetett egy kis szalonnát süti a parázson, ami még megmaradt a házból, akkor ugye nagy szirirázással megjelenik a tűzoltó, és akkor megkérdezi tőlük a virág eltárs, hogy hát eltársam nem gondolja, hogy elkéstek.
A tűzoltó jelzi, hogy nem. Szóval sok a abis bejelentés, meg kell vizsgálni alaposan. Hát ez körülbelül ugyanilyen. Hát, amikor már leégett a ház, akkor jövünk, hogy előtte alaposan meg kell nézni, nem hamis-e a bejelentés. Ugyanez a helyzet az ideiglenes intézkedésnél is. Tehát ők azt mérlegelhetik, hogy amit bejelentettek, az valóban komoly, valóban indokol-e egy azonnali kiemelést, vagy sem. De azt nem mérlegelhetik, hogy most valós bejelentésről van szó, vagy nem, ilyenkor intézkedni kötelesek. Ez a dolguk. No, sajnos a gyakorlat viszont az, és ezt látjuk, hogy nem ritkán intézkednek, amikor nem kéne, tehát amikor a bejelentés súlya nem olyan, máskor meg egyszerűen nem intézkednek, amikor már mindenki kéri. Nem csak érintett, mondjuk úgy, hogy elfogult személyek, de hivatalos közegek is. Gyermekjóléti szolgálat, vagy bármi. Hát kérem szépen, nézzük meg, hogy mi történik a mi esetünkben. Tehát ebből kiindulva, hogy itt azonnali intézkedésről van szó. Történik a következő, hát nagyon röviden belemenve a kérdésbe, ugye az apuka, akit egyesületünk képvisel, hát szerencsétlen házasságot kötött egy valószínűleg alapvetően idegbeteg, tehát idegi problémákkal küzdő anyával, aki egy darabig úgy tudta tűrtőztetni magát, de nem olyan sokáig. Tehát a gyerek megszületése után nem sokkal már olyan módon viselkedett, ami egyszerűen tűrhetetlen volt, tehát nem lehetett elviselni, nem lehetett már ott maradni. Állandó dűrohamai voltak, tört, zúzott, lehetetlenné vált a helyzet. Kérem szépen, apuka ugye szokásos káváriának lett kitéve, váóper, gyerekelhelyezés. No, ennek kapcsán a következőt érdemes megjegyezni, kirendelnek egy igazságügyi klinikai szakpszichológust. A klinikai szakpszichológusnak átadnak számos felvételt. Tehát hangfelvétel, képfelvétel, videó, tehát aminek alapján látja, hogy az anya mit csinál. Tehát az őrjöngéseket, konkrétan a teljesen zavart, őrült állapotot. És erre mit mond a pszichológus, hogy a pszichológia eszköztárával ő nem tud problémát megállapítani, átlagos nevelési képességekkel rendelkezik anyuka is, meg egyébként apuka is. Tehát semmi. De azt mondja, hogy miután a felvételek azért ott vannak, és hát a tények azok makas dolgok, tehát látjuk, hogy mi történik rajta, meg hát nem is vitatja az agya sem, hogy vannak ilyen borzalmas dűrohamok, mégpedig napi szinten. Hát kérem szépen pszichiátert is javasol, ugye bevonni a vizsgálatba. Ez meg is történik, a pszichiáter körülbelül fél órát beszélget anyukával, meg apukával is egyébként, majd ugyanazt állapítja meg, hogy ő nem lát kórosat, tehát a pszichiátria eszköztárával sem lehet kóros állapotot megállapítani, majd amikor a bíróság megkérdezi tőle, hogy de uram, hát ott vannak a felvételek, akkor közli, hogy a pszichiátriának a módszertanával ellentétes lenne az, hogy ő ezeket a felvételeket megnézi, tehát ő meg se nézte ezeket a felvételeket. Tehát magyarán nem tudja, hogy mi történik, de elmondja, hogy nincs semmi baj. Most ugye külön szembesítik azzal, hogy de hát éppen a felvételek okán kérte a klinikai szakpszichológus a pszichiátriai vizsgálatot. Hát akkor hogy lehet, hogy a pszichiáter nem nézi meg a felvételeket? Őt ez nem érdekli, hát a pszichológus nem orvos, ő nyilván nem tudja, hogy az orvosok hogyan vizsgálódnak. Tehát kérem szépen, tudja azt, hogy miért rendelték ki, tudja azt, hogy vannak felvételek, amiken borzalmas dolgok vannak, de ezt ő nem nézi meg, majd kijelenti, hogy a pszichiátria eszköztárával sem állapítható meg semmi. Tehát van egy anya, aki napi szinten dűrohamokkal terhelt, tör, zúz, csapkod, de ezen azt tessék érteni, hogy a laptopot, a több százezres laptopot a földön összezúzza, bármire képes, a gyerekeket is dobálja, aztán vagy eltalálja, vagy nem. És kérem szépen, van egy klinikai szakpszichológusi, meg egy pszichiátriai eredménye, mind a kettő kimondja, hogy hát nem állapítható meg egyik módszerrel sem semmi. Nem vitatják a tényeket, mert a felvételek azok azért magukért beszélnek, de hát no, ez az, ami alátámasztja azt az álláspontomat, amit már sokszor mondtam, hogy ez egy tudománytalan tudományok. Hát ez semmit nem ér, ez a tudomány, úgy, ahogy van. Ezen nyilván sokan megsértődnek, de pontosan ez az eset bizonyítja a legvilágosabban, hogy semmit nem ér a tudomány. És akkor csodálkozunk, amikor megtörténtek ugye olyan esetek, hogy pszichológus, pszichiáter mindenki megalapítja, hogy anyukával rendben van minden, elviheti a gyereket nyugodtan,
letesztelték, semmi gond, nincs, nem kell félni semmitől, elviszi a gyereket, és még aznap este 101 kézsugszúrással megöli. És utána, hát nem, nem, tudomány módszereivel nem láttunk semmit. Hát ennyit ér. És ez a borzalmas abban, amikor az az idióta jogalkotó bár elnézést, de a családjogi ügyekben pszichiáterekre és pszichológusokra bízza a döntéseket sokszor. Hát ugye bíró dönt, de tudjuk jól, hogy az esetek nagy részében sajnos nem vállalják fel a döntést, hanem a pszichiáterre mutogatnak, vagy a pszichológusra, hogy hát ő azt mondta, hogy ő az alkalmasabb, akkor tegyük oda. Hál' Istennek van azért még olyan bíró, aki nem így gondolkozik, de nem ez a többség. Kérem szépen, sokkal jobban működött ez a rendszer akkor, amikor ugye a családjogi perekben ülnökök voltak, és az ülnökök pedagógusok voltak. Mert a nevelés az pedagógia, nem pszichológia csokolom. Nyilván vannak átfedések, vannak közös metszetek, de attól még a pszichológia nem válik pedagógiává, meg fordítva sem. És még egyszer mondom, nevelési kérdésekben nem a pszichiáter és nem a pszichológus a kompetens, hanem a pedagógus. Ha tetszik nekik, ha nem. No kérem szépen, ez a helyzet, anyukánál elhelyezik a gyereket. Nem mondom azt, hogy jó, de ez történik. No kérem szépen, igen rövid időn belül a gyerek már a kapcsolattartásokon jelzi apuka felé, hogy nem bírja tovább, borzalmas, ami van. Közben anyuka új partnert talál, egy új apukát, és születik egy újabb gyerek. Nem sok idő telik el, és az új apuka ugyanezeket a problémákat jelzi, hogy egyszerűen nem lehet az anyával együtt lenni, tehát képtelenség. Hol ott van, hol nincs ott, hol kint találja az utcán a cuccait, hol visszasiránkozzák, hol a gyereket is ott találja kitéve az ajtó elé, egy mit tudom, Mózes kosárba csinálj vele, amit akarsz, vidd a francba, hol meg visszaveszem. Tehát, hogy az anyával nagyon súlyos problémák vannak. A dűrohamai egyre borzasztóbbak, ráadásul iszik, és nem egy esetben ugye autóba száll ittasan, és benn van a két kiskorú gyermek. A legsúlyosabb veszélyt viszont a dűrohamoknál a törés-zúzás jelenti, ugyanis nem egyszer a környezetében lévő emberekhez teljes erővel hozzávágdos tárgyakat, tehát például bögrét, nehéz üveg dolgokat, mit tudom én, hamutartót, egyebet, és hogyha ezek mondjuk fejbe találnak egy gyereket, akkor az a gyerek meghalhat. Eddig még nem találták el, de olyan már volt, hogy 10-15 centivel a gyerek feje mellett csattant a falon mondjuk egy nehéz bögre. Hát ha a gyerek fején csattanott bizony, abból nagy baj lehet. Tehát gyerek ügyes volt. Szerencsére. No kérem szépen, márciusban, tehát idén márciusban sorozatban mennek már be a jelzések, a gyámügyre is, a rendőrségre is, ügyészségre, mindenhova. Egy baj van, hogy Cegléden. Na most már Cegléden sajnos nem csak a gyámügyel van problémát, a rendőrséggel is, de azzal szintén nagyon nagy. Ügyészsége még nem tudjuk, azt majd meg fogjuk látni. No kérem szépen, történik a következő. A dátumokat szeretnék igazodni, csak hogy lássam, hogy pontosan hogy is néz ki. Igen. Május 26-án a családsegítő, tehát a GYEJO hivatalosan is jelzést tesz a gyámhivatal felé, és kéri az eljárás megindítását, mondván, hogy a gyerekek helyzete tarthatatlan, súlyosan veszélyeztetettek. Tehát most már nem az apuka, vagy bárki más, hanem a GYEJO folyamatos vizsgálatok után ugye jelzi, hogy az anyával nem lehet mit kezdeni, tehát nem tud velük együttműködni, nem is akar velük együttműködni, megígérje, ez nem tesz semmit, és nagyon súlyosak a problémák. Ugye a szomszédi környezetből mindenhonnan jönnek a panaszok, és a GYEJO tehát még egyszer május 26-án jelzést tesz. Május 26-án elindul, kérem szépen, a Ceglédi Járási Hivatalban a 1406-os számú, 1406 per 2021-es ideiglenes hatályú elhelyezés iránti eljárás. Az, amit még egyszer mondom, a gyer úgy fogalmaz meg, hogy azonnali intézkedés a gyermek érdekében. Nem az eljárás elindítása az azonnali intézkedés, hanem maga az ideiglenes hatályú elhelyezés. Ez azt jelenti, hogy ezt május 26-án elindítja a gyámhivatal, akkor az azzal kell, illetve kell lett volna indítani, hogy május 26-án kimennek, fogják a gyereket, és elviszik. Biztonságba helyezik.
Hogy hol, az már utána a másodlagos kérdés, több lehetőség is van rá. Csak úgy hangsúlyozom, hogy a gyermekjóléti szolgálat jelzi, hogy adott esetben a ideiglenes hatályú elhelyezés van, kiemelés történik, akkor bármelyik nagyszülő vállalja, tehát ugye most már két apukáról is van szó, tehát bármelyik apukának a nagyszülője vállalja ugye a gondozást ideiglenesen, de egyébként van egy csomó kifejezetten ezzel foglalkozó házas pár például, akiknél el lehet helyezni gyerekeket, tudjuk, mert mondjuk gyermektelen házas pár is vállalnak, ilyet jelzik, és persze lehet állami intézménybe elhelyezni, de én már olyat is láttam, hogy a kérem szépen a gyermekvédelmi szakember a gyámhivatalból jobb hiány hazavitte, de azt mondta, hogy innen el kell vinnem, itt nem hagyhatom, mert súlyos veszélyben van. Aztán majd valami megoldást találunk. De a veszélyt meg kell szüntetnem. Tehát ez május 26-án megindul az eljárás. Na most innentől kezdve ez az eljárás úgy megy le, hogy gyakorlatilag hónapokig, illetve legalábbis több mint egy hónapig igazából nem történik semmi. Illetve nem több, majdnem kereken egy hónapig nem történik érdemben semmi. Miközben elindul az eljárás, mégpedig mondom, hivatalból. Hát kérem, a következőt kell tudni, csak úgy előzetesen elmondom önöknek, hogy a ceglédi gyámhivatal osztályvezetője, tehát a gyámhivatali osztálynak a vezetője, dr. Revucki Laura Éva, meglehetősen sajátos kapcsolatban állt valaha az általunk képviselt apukával. Ez azt tessék érteni, hogy egy olyan nagyjából 15 évvel ezelőtt közös társaságban jártak. Egy baráti kör volt, és ennek a bizonyos hölgynek, ugye a mostani gyámügyi osztályvezetőnek a barátnője, és a mi apukánk között egy intim kapcsolat jött létre, jóban voltak egymással, és ez a kapcsolat gyakorlatilag ennek a hölgynek a közreműködésével szűnt meg. Tehát a mostani gyámügyi osztályvezető asszony roppantul nem szimpatizált a mi apukánkkal, nem szerette, olyan mértékben nem szerette, hogy direktben beleavatkozott ebbe a kapcsolatba, és a barátnőjét, apuka barátnőjét, aki egyébként ugye az ő barátnője is volt, minden áron le akarta választani apukáról, tehát minden megtett azért, hogy ezt a kapcsolatot szétverje, és ebben sikerrel is járt. Na most könnyű elképzelni, hogy ennek kapcsán azért nyilvánvalóan bizonyos egyértelmű ellenszemnek kell lennie ugye a dolog mögött, ugye a mostani gyámügyi osztályvezető asszony és a apukánk között. És hát persze nyilván apukánk sem nagyon szerette ezek után a tisztelt hölgyet. Ez a nagy szeretet pedig abban is megnyilvánult, hogy annak ellenére mondom, hogy hosszú ideig egy baráti körben jártak, és egy tegező viszony volt, és minden most úgy hirtelenjében ilyen idegen hangnem, magázás, minden, ami meg apuka is meglepődött, mert hát azért nyilván a régi ismerősöknél, akik mindig is tegeztek, azok később is tegezni szokták egymást, de itt most hirtelenjében egy teljesen elzárkózó, idegen, távolságtartó valakivel találkozott apuka, aki ugye régi ismerősként, hát nem szerette ugye a apukát, de nem ez volt a kapcsolat. De ezt csak azért mondom el, mert tisztelt dr. Revucki Laura, ha nem tetszett volna hallani, van egy olyan alapszabály, hogy nem elég elfogulatlannak lenni, de annak is kell látszani. Ugyanis a hivatalos eljárások tisztességébe és pártatlanságába vetett közbizalom megőrzése az egy olyan fontos közérdek, ami indokolja azt, hogy egy hivatalos eljárásban az elfogultságnak a látszata se merülhessen fel. Tehát én el tudom képzelni, hogy ön felülemelkedett már azokon az érzéseid, amelyek annak idején ugye arra motiválták, hogy apuka és az ön barátnője közt kialakult kapcsolatot szétverje. De a látszat az megvan, és ezt a látszatot sem szabad megengedni, különösen akkor nem, amikor osztályvezető és hát utasítási jogkörrel bír. És ez különösen akkor lesz kellemetlen, amikor azt látjuk, amit látunk, ugye, Huszár Rita tevékenysége kapcsán. Nem történik semmi, miközben gyerekek potenciális életveszélyben vannak. No, de hát azért valami csak történt, rögtön folytatom, hogy mi. Hát kérem, apuka június 20-án nem viszi vissza a gyereket kapcsolattartásról, ugyanis a gyerek retteg, és ugye ez egyébként ítélő képessége birtokában lévő gyermek maga kéri, hogy ne vigye már vissza az apa oda, mert hát ott borzalmas. Hát nem akar ott lenni, retteg, fél, bármikor bármi történhet, az anyja bármit hozzávághat, súlyos baleset lehet, meghalhat.
Hát édesapa azt mondja, hogy nem viszem vissza a gyereket. Ugye a hivatása magaslatán álló rendőrség másnap, tehát június 21-én már meg is gyanúsítja apukát anya feljelentése alapján, ugye kiskorú elhelyezésének megváltoztatása miatt, ugye a BTK 211 alapján. Nyilván nem hallottak még arról a BH-ról, ami ugye egyértelműen kimondja, hogy nem jár el önkényesen az a szülő, aki az ítélőképessége birtokában lévő gyermekeit azok kifejezett kérésére nem viszi vissza, és egyébként mindent megtesz a helyzet jogi rendezése iránt. Arról meg már nem is beszélve, hogy egyébként a jogszabály azt mondja, hogy tartós megváltoztatás céljával nem viszi vissza, stb. Ezt azért elég nehéz megállapítani, mondjuk nem egészen 24 órával azután, hogy nem vitte vissza, mert ennek elvileg más oka is lehetett volna, de egyébként itt most valójában ez volt, csak ezt nyilván a rendőrség nem tudhatta, tehát itt semmilyen alap nem volt arra, hogy meggyanúsítsák apukát. Kivéve azt a bizonyos korrupció gyanús szisztémát, ami azáltal vált korrupció gyanúsá, hogy érdekes módon ugyancsak egy nappal később, június 22-én, pontosan ezen rendőrségi intézkedés hatására történik a következő, mutatom önöknek. Az igen tisztelt gyámhivatalban Huszár Rita ügyintéző, és ugye az említett Revucki Laura osztályvezető és dr. Nyírkos Tamás Antal hivatalvezető ellenjegyzésével, kérem szépen megszünteti a hivatalból indított ideiglenes elhelyezés iránti eljárást. Tehát megszünteti, tetszik látni. A megszüntetés indoka, tehát itt ugye a második oldalt is leszettem, azt csak azért, hogy lássuk, hogy mikor indul el, tehát hogy május 26-án indult eljárásról van szó. Kérem szépen, a megszüntetés okát pedig itt látjuk, itt vastagon meg lehet tekinteni, röviden annyi, hogy apukát meggyanúsították a BTK 211-jel, tehát erre a tényre tekintettel az ideiglenes hatályú elhelyezés iránti eljárást a hivatal megszünteti. Itt az ellenjegyzés, Levucki Laura és a kiváló dr. Nyírkos Tamás Antal hivatalvezető ellenjegyzésével. Na most felhívnám ennek a kiváló hármasnak a figyelmét arra, hogy a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermeket ki kell emelni, ami nem azt jelenti, hogy az apukánál kell elhelyezni, mármint a különélő szülőnél. Ha a különélő szülő alkalmas a nevelésre egyébként, akkor prioritást élvez. Tehát akkor nem csak mondja, hogy kötelezni kell rá, hogy akkor ő lássa el ezt a feladatot addig, amíg tisztázódik a kérdés. De ha valamiért nem alkalmas a nevelésre, vagy nála nem lehet elhelyezni, akkor el lehet helyezni bármilyen harmadik személynél. Mondom, maga a gyejó jelezte, hogy a két nagymama közül bármelyik vállalja, és adott esetben mondom, el lehet helyezni másoknál is, vagy akár állami intézményben is. Tehát semmi köze nincsen a kiemelés szükségességének ahhoz, hogy egyébként a különélő szülőnél lehet elhelyezni, mert ha nem nála, akkor máshol. De a lényeg az, hogy a veszélyből a gyereket ki kell menteni. És erre ez a teljesen alkalmatlan. Egyszerűen azt kell mondanom, hogy a szükséges intelligenciával nem rendelkező társulat, dr. Revucki Laura Éva, dr. Nyírkos Tamás Antal és ugye Huszár Rita ügyintéző, megszüntetik a gyermek érdekében szóló eljárást, mert hogy apukát meggyanúsították. No, és hangsúlyozom, még utána kiderítik, hogy hivatalból ugye eljárást indítanak, kérem szépen, a gyermek védelembe vételi lehetőségek vizsgálatára, tehát hogy érdemes a gyermeket védelembe venni. Hát kérem szépen, itt tetszenek ezt látni. Magyarán szóval, kapnak egy jelzést, hogy a gyerek lehetetlen helyzetben van, életveszélyben van, ki kell onnan emelni. Erre megszüntetik a kiemelést, majd jelzik, hogy akkor egy védelembevételi eljárás kellene. Ami pontosan ellenkező, tehát a védelembevételi eljárás az meg pont a családban tartásra irányul, tehát arra, hogy ott tartsák. Tehát egyszerűen érteni? Elindít egy eljárást arra, hogy ki kell onnan emelni, mert életveszélyes helyzet van, vagy súlyos veszély, majd utána elindít egy másik eljárást, hogy ott kell tartani a gyereket ebben a családban, tehát a veszélyben. Hát itt merül fel az, hogy itt már nem gondatlan veszélyeztetésről van szó, hanem szándékos veszélyeztetésről. Hát vagy
Tehát én itt azt tudom mondani, hogy mondom, majd elmondom önöknek, tehát büntetőjárást kezdeményeztünk ebben, mi szükségesnek tartjuk majd az intézkedők ugye büntethetőségének vizsgálatát is, ugye igazságügyi elmorvos szakértő által. Mert hogyha ezek, el tudom képzelni ma, hogy egy ámhivatalban egyszer nem fogják föl azt, amit most mondok. Hogy mi a különbség a kiemelés meg a védelembevétel között. Hogy a két dolog egymással szögesen ellentétes, egymást kizáró dolog. Hát vagy a családban akarom tartani, vagy ki akarom emelni. De ha ki kell emelni, mert életveszélyben van, akkor nem lehet családban tartásra törekedni, mert azzal szánt szándékkal kényszerítem bele a gyereket az életveszélybe. De mondom, hát ez a három ember nem áll azon a szellemi színvonalon, hogy ezt fölfogja. Sajnos. Határozatból ez látszik. No kérem szépen, azért mi is tettünk gyorsan valamit, hát nyilván ezt meg lehetett támadni közigazgatási bíróságon. És hát elmondom önöknek, hogy természetesen nem ment el az ügy a közigazgatási bíróságig, mert hogy a Pest megyei kormányhivatal azonnal dobott egy hátast, amikor meglátta ezt az őrültséget, és hatályon kívül helyezte, ez nem hatályon kívül, megsemmisítette az eljárás megszüntető végzést, és kötelezte a hivatalt a további eljárásra. Azon belül pedig kimutatta azt, hogy eleve teljesen szabálytalan, amit csinálnak, mert hát kérem szépen, eltelik egy hónap, és meg se hallgatják az apukákat. Hát minek? Most mit csináltak, tessék mondani, egy azonnal intézkedést igénylő ügyben? Mit csináltak egy hónapig, hogyha az apát nem hallgatják meg? Tudtam már egyiket sem, de mondjuk a mi apukánkat biztos, hogy nem. No, hát ezt még előírja nekik a kormányhivatal, tehát azt mondanám, hogy ilyenkor azonnal, tehát ahogy megkapom a végzést, apukához, nem az, hogy majd beidézem valamikorra, mert mondom, azonnal intézkedésről van szó, súlyos veszélyről. Azonnal bevizem, vagy kimegyek hozzá, lakásra kell. Egy másik gyámügyi intéző, vagy ne haragudjon, uram, itt most helyben meg fogjuk hallgatni, és már is megyünk, és intézkedünk, és visszük a gyereket. Vagy ide, vagy máshova, de onnan el. No kérem szépen, tehát még egyszer mondom, megszületik ugye dr. Fehér Klaus Hajnalka főosztályvezetőnek köszönhetően dr. Tarnai Rihárd kormány megbízott nevében ez a bizonyos határozat, amivel ugye ki lehetett kerülni a közigazgatási pert, és azonnal, tehát kérem, mondom is önöknek, itt látjuk, július 20-án, az időbélyegző szerint július 20-án születik ez meg. Na most ugyanezen a napon, július 20-án a Gyejó egy újabb súlyos helyzetet tár a gyámhivatal elé. Na most nem akarok rajta végigmenni, rengeteg minden van benne. Tehát elemzik mind a két apuka esetét. Leginkább a másik apukának a viszonylag friss elmondását, hogy mi történik. Tehát, hogy anyuka ittas állapotban, ugye, tombol, tör, zúz, a gyereket babakocsival kitolja a közút közepére. Tessék el gondolni, és ott hagyja. És nem hajlandó elvinni oda. Úgyhogy már az autó áll meg, és dudál, hogy mit csinál anyukád, normális? Nem. Kész. Elmondja, hogy ugye ittasan vezetésben vannak a gyerekek a kocsiban. Elmondja, hogy belerugdos a babakocsiba benne lévő gyerekkel. Elmondja, hogy törzúz, dobál, minden szűzmáján, minden borzalmas dolgot csinál. Elmondja, hogy egyébként ugye ennek az új apukának a másik gyerekét cigánykurvának és mindennek elmondja, és olyan körülményeket teremt, hogy menekülni kell egyszerűen a környezetéből. Hát kérem szépen itt a végén, itt tetszenek is látni, leírja a Gyejó, hogy azonnali hatósági intézkedést kér. Tehát még ugyanazon a napon, amikor a kormányhivatal ugye megsemmisíti a korábbi eljárás megszüntető végzést. Na most nem tetszik elhinni, hogy mit kap apuka. Hát kérem, apuka kap egy idézést valamikor szeptemberre az NSKK szakértői intézetébe klinikai szakpszichológusi vizsgálatra. A vizsgálatot azért rendeli el a gyámhivatalban Huszár Rita, mert hogy tisztázik el, hogy apuka egyébként milyen nevelésre alkalmas vagy sem. Hát kérem, semmilyen kétség nem merült fel, a legkisebb kétség sem soha apuka alkalmasságát illetően, illetve, mint az az iratokból kiderül, hát 2020-ban volt a vállóper, nem egészen egy éve. Hát ott klinikai szakpszichológus és pszichiáter is eljárt, és egyértelművé tették, hogy a nevelési alkalmassággal nincs gond apukánál. Most nyugodt lélekkel kirendeli Huszár Rita, ez a rendkívül nagy eszű asszony,
apuka vizsgálatára az NSKK-t, amiről ráadásul tudnia kell, hogy ugyan a legkorrektebb és a legolcsóbb, de a leglassabb intézmény, mert nagyon leterheltek. Kérem, az intézmény már most jelzi, tessék megvolgozkodni, november 30-áig kér határidőt, tehát annál előbb nem tudja elkészíteni a szakvéleményt. Kérem, mi több beadványt írunk a kormányhivatalnak is, mint felügyeleti szervnek, illetve ennek a drága jó asszonynak is, de hát ennek hiába írunk, mert egyszerűen nem jut el a tudatáig a gondolat. Hát nem tudok mit mondani, én nem tudok lemenni arra a szellemi szintre, amin ő áll. Nem tudok. Én a magam szintjén fogalmazok, nem olyan túl bonyolultan, de annál lejjebb nem tudok menni. Azt meg nem érti meg. Tehát ez sajnos látszik. Hát kérem szépen, hiába mondjuk neki, tessék megérteni. Azonnali intézkedésről van szó. Hát egy gyermek súlyos veszélyeztetettségénél nem lehet hosszú hónapos vizsgálatokat, meg mit tudom mit csinálni. Hát pont ez a különbség az összes többi eljárás meg e között. Hogy kérem, amikor egy gyerek áthelyezése iránt elindul egy bírósági per, akkor kérem, a gyerek egyébként úgy el van, stb. Közben folyik a per, vizsgálódnak szakértő minden, húzzák évekig, de a gyerek nincs veszélyben. De itt nem erről van szó. Egy gyerek, aki életveszélyben van, azt nem lehet ott hagyni, és majd itt a több hónapos vizsgálatokat tenni, hogy ki kell le onnan vennem. És hozzáteszem ebbe az a jó, hogy ebben a bizonyos megszüntető végzésben egyébként, amit hoznak, úgy az indokló részben tökéletesen benne van az, hogy indokolt lenne a kiemelés, tehát hogy valóban nagyon súlyos veszélyben van a gyerek. Tehát azt nem vitatják, az benne van. De nem baj. Megszüntetjük, és majd inkább indítunk egy másik eljárást arra, hogy hogyan lehetne ott tartani a veszélyben. Tehát komolyan mondom, az ember nem tudja eldönteni, hogy itt valami elmekóros problémáról van szó, vagy elmekúrtani esetekről van szó, vagy tényleg a hozzá nem értés, a nem akarás, vagy uram, bocsánat, doktor Revucki Laurának a korábbi 15 évvel ezelőtti élményeiből fakadó antipátiája van emögött az egész mögött, mert ugye mégiscsak ő felügyeli azt, ami történik, és akárhogy nézem, van egy doktorátusa, tehát valamilyen iskolát el kellett végeznie. Mennyit ér, az egy más kérdés. No kérem, menjünk tovább. Apuka kap most augusztus 6-ára, két nappal ezelőttre, péntekre egy idézést, hogy akkor őt most meghallgatják. Hát kérem, én jelzem a hivatalnak, hogy a rendkívül rövid időre tekintettel egyesületünk most nem tud megjelenni, de ez nem probléma, mert úgyis apukának személyesen kell nyilatkozni, hát mi nem tudjuk elmondani helyette, hogy ő mit látott, meg mit tapasztalt, meg ugye bizonyítékai is neki vannak. Ő el fog menni, és nyilván el fogja mondani, illetve az előzetes álláspontunkat is ugye rögzítettük arra nézve, hogy mit jelent az, hogy azonnal. Mert mondom, szegnéden ezt nem tudják. Hát kérem szépen, most tessék ide figyelni, mit kapunk. Huszár Rita aláírásával. De hangsúlyozom, hogy természetesen ebben az esetben is ott van ugye a Nyírkos Tamás járási hivatal vezető nevében és megbízásából. Hát most a Revucki Laura azért, ha jól látom, az nincs ott. Na mindegy. Hát kérem, nem mindennapi agyrém. Azt mondja nekünk, hogy az AKR 13. paragrafusa értelmében a képviselet általános szabályai a következőképpen néznek ki. Tehát ha a törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Hát tessék, itt az is. A legvégén. Erre közli ez a fantasztikus értelmi színvonallal megállott Huszár Rita, itt amit tetszenek látni, hogy miután mi nem tudunk megjelenni, akkor ők majd gondoskodnak egy későbbi idézésről, tehát akkor nem fog sor kerülni most 6-án apuka meghallgatására. Ezt ugye megkapom egy nappal korábban, azonnal írok neki, hogy elnézést kérek, de nézze már meg a magyar értelmező kézi szótárban, hogy mit jelent az a szó, hogy is. Mert hogy nem azonos a kizárólag, vagy a csak kifejezésekkel. Tehát nem azt mondja a törvény, hogy ha apuka meghatalmazott valakit, akkor onnantól kezdve már csak az a személy, vagy azzal a személlyel együtt járhat el apuka, hanem azt mondja, hogy úgy is el lehet járni. De azt még véletlenül sem mondja, hogy egyébként apuka továbbra is nem járhat el egyedül, hogyha éppen úgy gondolja. Ilyenkor egyébként az a szabály, hogy megkérdezik tőle, hogy hát ha nem tudott megjelenni a képviselője, most akkor ez probléma önnek, vagy nem, ragaszkodik a képviselője jelenlétéhez, mert akkor tényleg elnapoljuk, de ha nem, akkor meghallgatjuk. Hát ez nem úgy
az AKS szerinti eljárásokban, de még büntetőügyben is így van. Tehát, hogyha mondjuk én meghatalmazok egy védőt, és az nem tud eljönni, akkor megkérdezi tőlem, hogy uram, joga van ragaszkodni jelenlétéhez, de megkérdezem, ha nem ragaszkodik hozzá, akkor... És az úr mondhatja azt, hogy kérem, nem ragaszkodom hozzá, megteheti. Tehát még büntetőügyben is. Hát kivéve ott, ahol persze kötelező a képviselet, az egy más eset. De hogy egy ember ne értse meg, hogy mit jelent ez a szöveg. Jó. De nem itt a probléma, hanem ott, amit az előbb mondtam, hogy egyszerűen nem áll azon az értelmi színvonalon, hogy érdemben beszélni lehessen vele. Mert leírom neki világosan, egyértelműen, hogy mi a helyzet. Hogy itt ez nem azt jelenti, hogy csak így lehet, hanem ott van az, hogy így is lehet. Ott az is. Kérem szépen, másnap apuka bemegy, Huszár itt a közli vele, hogy már pedig ő nem fogja meghallgatni, még edzőkönyvet sem fog felvenni, mert ő igenis, ő így értelmezi ezt a szöveget. Hát tudom, lehet, de hát akkor tényleg el kell menni valahova máshova. Tehát zöldséget árulni lehet ezen a szinten, meg ezekkel az értelmi képességekkel, de hogy valaki ezt a szöveget ne tudja megérteni, és ilyen pozícióban legyen, és egy gyermek életveszélyes helyzetében egész egyszerűen bohóckodjon, hát ez egy felháborító, tűrhetetlen, az ilyen embert ki kell rugni. Nincs mese. De hangsúlyozom, nem őt először, először dr. Revucki Laurát, az osztályvezetőt. Mert ő felel azért, ami az osztályán történik. Ő neki tudnia kell, hogy alkalmasak a beosztottai, vagy nem. Márpedig az, aki egy ilyen szöveget nem ért meg, aki nem tudja, hogy mi az, hogy is, az nem lehet alkalmas arra, hogy egyáltalán bárhol közfoglalkoztatásban, pláne köztisztviselőként felelős munkakört lásson el. Nem is tudok elképzelni olyan munkakört, amit el lehet látni felelősen, úgyhogy egy ilyen szöveget nem tudok értelmezni. Hát kérem szépen, apuka olyan szinten felidegesítette magát, hogy mondom, heveny szívdobogást kapott, és nem tudott elmenni erre a másik eljárásra, mert hogy egyébként úgy találták ki, hogy 8 óra 30-kor ideiglenes hatályú elhelyezésben meghallgatják, majd 9:30-kor védelembevételben ugyancsak meghallgatják. Tehát ezt tessék elképzelni, 8:30-kor kiemelés iránti eljárásban hallgatom meg, 9:30-kor meg a családban tartásra irányuló védelembevételi eljárásban ugyanaz az ügy. Hát mintha a bolondok házában lennénk, csokolom. És akkor még azt mondom, hogy tisztességes önmagára valamire van bolond, ezt lehet, hogy kikérni magának. Hát mert ott sincs ilyen. Kérem szépen, mutatom is önöknek. Megkapja apuka úgy párhuzamban az értesítést a védelembevételi eljárás megindulásáról. Ebben egy Döbreiné Czerócki Anita nevezetű hölgy jár el. Na most ő sem különb a Deák névásznánál, ugyanis tessék figyelni egy picit, rögtön mutatom önöknek. Tessék nézni, mikor indult meg ez a védelembevételi eljárás. Június 23-án. Tehát június 23-án. Tessék megnézni, hogy mikori az értesítés a védelembevételi eljárás megindulásáról. Július 28. Több mint egy hónapja folyik a védelembevételi eljárás. Azt is lehet látni, hogy hanyas sorszámú az értesítés. 79-es sorszámú értesítés. Ez azt jelenti, hogy több mint 70 eljárási mozzanat már történik. És több mint egy hónap után, több mint 70 eljárási mozzanat után értesítik az ügyfelet az eljárás megindulásáról. Ugye milyen aranyos? Na most, hogy néz ki a szabály, azt is rögtön elmondom önöknek. A szabály az úgy hangzik, hogy ha hivatalból eljárás indul, akkor az ügyfelet az eljárás megindulásáról értesíteni kell. A szabály azt mondja, hogy az értesítést akkor lehet mellőzni, ha az eljárást a hatóság 8 napon belül megszünteti, vagy egyébként, mit tudom én, az értesítés valamilyen speciális okból, mint a veszélyeztetni az eljárás kimenetelét. Na most ez ugye azt jelenti, hogy ha 8 napon belül megszüntetem, akkor nem kell értesítést küldenem. Ha viszont 8 napon belül nem szüntetem meg, akkor kell, ami azt is jelenti, hogy maximum 8 napig várhatok az értesítéssel az eljárás megindulását követően, tovább nem. Tehát ha 8 napon belül nem szüntettem meg, akkor az értesítést ki kell küldenem. Na most akkor még egyszer mondom, június 23-a és július 28-a között, hát testvérek között is 36 nap telik el. És hozzátéve, hogy 60 nap az ügyintézési határidő. Tehát már majdnem ott tartunk, hogy lejár az ügyintézési határidő, amikor apukát értesítik arról, hogy hát elindult egy védelembevételi eljárás.
Tehát azért mondtam, hogy ugye Döbreinél Szeróczki Anita is megéri a maga pénzét, mert hát ő neki pontosan tudnia kell ezeket a szabályokat. Tehát ő neki ugye, hogyha 23-án megindítja az eljárást, akkor az azt jelenti, hogy legkésőbb július 1-én ki kellett volna küldeni az értesítést. Legkésőbb. És ez se történik meg. Na most ezért mondom azt, hogy itt nekem van egy olyan érzésem, hogy itt nem biztos, hogy csak szakmai alkalmatlanságról van szó. Tehát itt szerintem egész egyszerűen szórakoznak. Itt valaki ezeket az ügyintézőket utasítja arra, hogy ne csináljanak semmit. Tehát, hogy altassák az ügyet, majd utána teljesen összekeveri azt a bizonyos fekáliát, és egyszerre folytat egy kiemelés iránti eljárást, meg egy védelembevételi eljárást a családban tartásra. Na most én ezügyben többször is felügyeleti intézkedést kértem a Pest megyei kormányhivataltól, nem kaptam még rájuk választ, de hát tényszerűen azt látjuk, hogy nem történik semmi. Mert ilyenkor az szokott történni, hogy a kormányhivatalból fölhívják őket Szegléden, és közlik velük, hogy hát gyerekek, csináljatok valamit, mert ez borzalmas. Tehát azonnal, mert itt komoly baj lesz. Nem tudom, mi történik, makacsú ragaszkodnak hozzá, most közli apukával ez a bizonyos Huszár Ita, hogy már pedig ő nem fog addig döntést hozni, ameddig nincs meg a szakvélemény. Tehát deklarálja azt, hogy november 30-áig az a gyerek ott fog maradni az általa is tudott életveszélyben. Amit most már nem csak apuka jelez, nem csak a másik apuka jelez, hanem a gyermekjóléti szolgálat is több ízben jelez. És nem akármilyen hibákról van szó, csókolom. Tehát itt azért tetszett hallani, miről beszélünk, hát akkor jól látszik, hogy mi van. Ugye azt mondja, itt le is írja a gyejó, hogy nincs betegség tudata az asszonynak, kényszergyógykezelésre szorulna, amiről tudjuk, hogy ez egy hosszú, több hónapos, valószínűleg szanatóriumi gyógykezelés, amivel az idegrendszerével valamit próbálnának tenni. De addig otthagyni egy gyereket, és kitenni annak, hogy kérem, uram, bocsá, hozzávág egy vázát, vagy egy hamutartót, vagy valamit, akkor hát, ha el tud ugrani a gyerek, ha nem, akkor meg esetleg betörik a feje, maradandó sérülés szenved, vagy akár meghal, és ezt meg lehet tenni, és lehet szórakozni, és Huszár Itának van bőr a pofáján kijelenteni egyenesen az apának, hogy ő november 30-áig nem fog intézkedni. Ott hagyja a gyereket a veszélyben. És ez még partner Döbreiné Szeróczki Anita, aki meg elindít egy direkt kifejezett eljárást arra, hogy ott lehessen tartani a gyereket. Védelembevétel keretében, mert az a családon belül tartást célzó eljárás. Hát kérem szépen, mi a következőt tettük. Én többször szóltam nekik. De az inger küszöböm nekem is véges. Na most miután nem történt meg a felügyeleti intézkedés sem, és hangsúlyozom, elég problémás ez, mert egyébként mostanában már valami olyan jogszabály van, hogy azt hiszem egyszer lehet felülbírálni, ugye a felülvizsgálati jogkörben, hogy a kormányhivatalnak a járási hivatalt, utána már bíróság van. De azért én nem hiszem azt, hogy ez szakmai akadályt jelentene. Tehát, hogy nem mehetne oda valaki azt mondani, hogy gyerekek, hát ez így nem megy. Na mindegy, hát miután ők ezt nem tudtak eddig eredménnyel járni, nem tudom, hogy mint lesz. Én ugye pár nappal ezelőtt most a Emberi Erőforrások Minisztériumának, tehát az EMI-nek írtam, és kifejezetten kértem ugye egy szakreferensi vizsgálatot a Ceglédi Járási Hivatalban történő állapotokra, mert hát ezt a hivatalatot ki kell takarítani. Tehát ahol ez megtörténhet, ott osztályvezető, uram, bocsán, járási hivatalvezető, de osztályvezető mindenképpen, és az ügyintézők is, akik ebben benne vannak, ezeket azonnal meneszteni kell. Tehát nincs mese, aki ezt megcsinálja egy súlyos gyermek veszélyeztetésnél, azt ki kell rúgni, úgyhogy, és gondoskodni arról, hogy felelős munkakörben soha többé ne helyezkedhessen el. Én nekem ez a meglátásom. Lehet, hogy radikális vagyok, de életekről van szó. Gyerek életéről. Két gyerek életéről. Hát kérem szépen, mondom, az EMI-től kértünk szakreferensi vizsgálatot, és a Ceglédi Járási Ügyészségen büntető feljelentést tettünk, ugye a BTK 165. paragrafus első bekezdésébe ütköző, és vélemezhetően a harmadik bekezdés szerint minősülő foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekménye miatt, aminek ugye vannak árnyaltabb és
kevésbé árnyalt oldalai. Az alap esete az az, amikor gondatlan a veszélyeztetés, tehát amikor pusztán hozzá nem értés, oda nem figyelésből fakad. Ugye a hármas bekezdés az a szándékos veszélyeztetés, tehát amikor a delikvenst vagy egyenes, vagy esetőleges szándék vezérli. Tehát az esetőleges szándék az az, amikor nem kívánja kifejezetten, de beletörődik az esetleges következményekbe. Ugye a minősülés az nyilván attól is függ, meg lehet, hogy mit okoz. De alapesetben már a veszélyhelyzet létrehozása, tehát a veszélyeztetés az megvalósítja a bűncselekményt akkor is, hogyha szerencsés esetben nem fog bekövetkezni a probléma. Hát ha aztán bekövetkezik, akkor már a probléma a súlyától kezdve, ugye akár 10 évig terjedő szabadságvesztésig is elmehet a dolog. Tehát uram, bocsánatja, mit tudom, hogy anyuka legközelebb eltalálja egy hamutárcával a gyereket és az meghal, akkor egészen biztos, hogy ezek a személyek bizony nem fogják megúszni még felfüggesztettel sem. Hát még egyszer mondom, adja a jó Isten, hogy ilyen helyzetre álljon elő. Adja a jó Isten. No, hát tisztelettel jelzem, ez a helyzet. Itt tartanak ma gyámhivatalok, mindez megtörténhet ma Cegléden. És hangsúlyozom, sajnos van egy olyan gyanunk is, hogy ott ugye kisvárosról beszélünk, hogy itt mindenki mindenkit ismer, alapon van egyfajta összefonódás, tehát nagyon erősen úgy látszik, hogy a rendőrség és a gyámhivatal között is volt valami összefonódás. Én azon sem lepődnék meg, hogyha anyuka és ezen a hatóságok között is lenne valamilyen mutyi. Ezt persze nem tudjuk. Nem tudjuk. Egy bizonyos, hogy aki itt tisztességesen jár el, azt most ki kell mondjuk, az a gyermekjóléti szolgálat. Tehát a családsegítő központ. Mert azok maximálisan korrektül föltárják a helyzetet, intézkedést kérnek, és itt a gyámhivatal az, aki tudatosan, módszeresen próbál mindent megtenni, hogy ne kelljen intézkednie, hogy el lehessen ezt a dolgot tusolni. Azzal, hogy hát majd megoldódik a probléma. Vagy így, vagy esetleg úgy. Hát tisztelt barátaim, azt hiszem, hogy nem mindennapi történet. Nem fognak örülni nekem, amikor ezt a videót meghallgatják. No de hát, aki emberéletekkel foglalkozik és emberéletekért felelős, annak az intézkedéseit vállalnia kell, és vállalnia kell a nagy nyilvánosság előtti megmérettetést is ezen intézkedések kapcsán. Hangsúlyozom, mindaz, amit elmondtam, az a eset súlyához mérten határozott és kemény vélemény, de vélemény. Természetesen a döntések meghozatala az majd a hatóságok feladata. Tehát az, hogy most ebben a hivatalban akár az osztályvezető, akár a hivatalvezető, akár az ügyintézők elkövették-e a BTK 165. paragrafus első bekezdésébe ütköző cselekményt, vagy nem, azt nyilvánvalóan akkor lehet majd elmondanunk, amikor az ügyükben jogerős döntés születik. Mert, ugye ismerjük az ártatlanság vélemét, egyelőre még el se indult az eljárás ellenük, nemhogy jogerős ítélet született volna, akkor lehet megállapítani majd azt, hogy valóban elkövették ezt a cselekményt, ha emiatt a büntetőbíróság őket majd valamikor jogerősen elítéli. Ez még nem történt meg, ebben a pillanatban ártatlannak minősülnek, viszont mindannak, amit elmondtam, van egy erkölcsi vetülete, és vannak ezek a tények. Tehát én azt kérem önöktől, hogy mind az, amit elmondtam, annak önök a tények részét vegyék elsődlegesnek, és ne az általam kifejtett véleményt. Tehát a tényeket. Mit mond a törvény, mit kell cselekedni, ehhez képest mi történik a gyámhivatalban. Ennek alapján mondjanak erkölcsi, tehát hangsúlyozom erkölcsi ítéletet, ugye Huszár Rita, dr. Revolszky Laura, és emelt a kiváló dr. Nyírkos Tamás által felelős vezetők. No meg persze ugye Döbrei Nécerovszky Anita intéző esetében is, bár ő mondjuk ebben az ügyben talán mellékesebb szereplő egyelőre. Hát tisztelt barátaim, nézőim, hallgatóim, kedves látogatóim, köszönöm, hogy meghallgattak, és bízom benne, hogy tanulságos volt ez a történet. És amiben még inkább bízom, hogy valami végre történni fog. Tehát azért is hozzuk nyilvánosságra ezeket a történeteket, mert a nyilvánosság ereje az, ami megmozdítja néha a hatóságokat, akik nem akarnak cselekedni. Most amikor a fejükre szabadul a nyilvánosság, és ugye a felháborodott levelek és sok minden, na akkor már esetleg azt mondják, hogy na csináljunk már valamit, mert így nem megy tovább. Sokszor ez ad megoldást. Nem véletlenül csináljuk. Köszönöm tisztelt barátaim, hogy meghallgattak.